Köszöntöm kedves nézőinket a Navigátorban, Magyarország első egyetemének híreivel. Ebben a szemeszterben utoljára jelentkezünk, lezárult ugyanis a tanév a Pécsi Tudományegyetemen is. Tart a visszaszámlálás a Pécsi Tudományegyetemen a jubileumi évben. Idén, szeptember 1-én fogja ünnepelni Magyarország első egyeteme alapításának 650. évfordulóját. Bár az év folytatódik, és még egy programokban gazdag nyár előttünk áll az ünnepnapig, a tanévnek idén is vége lett, amit ünnepi szenátusi ülés keretében zártak le a vezetők. Nemrég olvastam valahol, hogy akinek nincsenek álmai, az nincs is mit, hogy megvalósítson. Tehát nekünk a terveink kicsit súrolják az álmok kategóriáját, de az a célunk, hogy ezt realizáljuk. Ez persze nem csak egy szimpla kijelentés, hanem nagyon kemény és nagyon sok-sok hétköznapi munka, amit úgy látom, hogy kollégáim, munkatársaink döntő többsége örömmel vállal. Az ünnepséget egy év után újra a Halasi Nagy József aulában rendezték meg, amit ez idő alatt felújítottak. Az egyetem alapítást ábrázoló szekkót restaurálták, a belső falon pedig új fali képek kaptak helyet, melyek a tudományterületeket, az egyetem egészét, a város és az egyházmegye égiszét ábrázolják. A felújított aulát Udvardi György megyés püspök áldotta meg. Ezután egyetemi kitüntetések átadása következett. A szenátus professzor emeritus címet és az egyetem címerével ellátott aranykitűzőt adományozott Seres Lászlónak, az általános orvostudományi kar egyetemi tanárának. Címzetes egyetemi tanári címet és az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt pedig Orosdi Bélának, a közgazdaságtudományi kar nyugalmazott egyetemi docensének. Átadtak ugyanakkor címzetes egyetemi docensi címeket is, szintén az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőkkel. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként pedagógus szolgálati emlékérmet, valamint okleveleket adományozott pécsi egyetemi dolgozóknak. A továbbiakban sor került habilitált doktori címek átadására, valamint PhD fokozatok odaítélésére is különböző tudományok területén. Szintén az ünnepségen adták át a kiválósági centrum díjakat. Az egyetem ezen centrumok támogatásával a magas színvonalú kutatómunka és kutatási eredmények, valamint művészeti tevékenységek ösztönzését kívánja megvalósítani. A díjak által a legjelentősebb tudományos és művészeti eredményeket felmutató kutatócsoportok kaphattak támogatást. A stúdióban Bódis József rektor úrral beszélgetünk a jubileumi évről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm Önt is és a nézőket is. Hol tart jelenleg a jubileumi projekt? Mi várható még a következő fél évben? Azt gondolom, hogy nagyjából a közepén tartunk, ahhoz képest, ahogy elindultunk, meg ahogy terveztük. Az intenzitás tekintetében pedig egyre intenzívebb. Meggyőződésem, hogy ennek a programnak a csúcsra járatása szeptember 1-e lesz, de szeptember 1-ét megelőzően is lesz már ugye a magnakartás program, lesznek sportprogramok. Szeptember 1-e után pedig egyéb tudományos és kulturális programok, amelyek jubileumhoz kötődnek. De mindenképpen a szeptember 1-e az első számú ünnep, több okból. Ehhez a dátumhoz kötődik az egyetem alapítása, az első magyar egyetem alapítása, a felsőoktatás születésnapja, és
ettől a dátumtól kezdve lesz a magyar felsőoktatás napja minden szeptember 1-e Magyarországon. Időközben a Modern Városok projekt is megkezdődött. Milyen munkálatok folynak jelenleg? Azt lehet mondani, hogy több ponton indultak el a munkálatok. Sajnos a nagy projektjeink még nem tudtak elindulni a jellegzetes magyar közbeszerzési problematika miatt, de bízunk benne, hogy a nagyok is elindulnak, tehát nagy alatt értem a kampuszépítést, értem az új épületek létrehozását, de nagy örömünkre szolgál, hogy például a gyógyszerészeti karon elindultak a rekonstrukciós munkák, és éppen a tegnap előtt indult el a szülészeti klinikán az oktatási traktus korszerűsítése, de más karokon is azok a Modern Városok programmal összefüggésbe hozható munkálatok elindultak, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy több külföldi hallgatónk legyen, hogy ahhoz a bűvös számhoz közelítsünk. Ezzel együtt ez nem csak építésről szóló program. A kutatás, fejlesztés és innováció a jelenlegi időszakban nagy hangsúlyt kap az egyetemen. Milyen eredményeket hozhat ez, és milyen lehetőségeket rejt magában? Nagy örömünkre szolgál, hogy az elnyert kutatási innovációs forrásaink mennyisége már meghaladja a 30 milliárdot. Hogy ebből mit tudunk realizálni, az mind rajtunk fog múlni, tehát a programjainkat életképesnek tartották a bírálók, és hozzátették azt a forrás mennyiséget, amivel meg is valósítható. Természetesen a kutatás innováció az mindig tartalmaz bizonytalanságokat, hiszen ha tudnánk előre mindig az eredményeket, akkor elvégezni se kéne. De az is igaz, hogy ez a bizonytalanság viszont hozhat olyan meglepő új eredményeket, amelyekre nem is számítottunk. Én azt gondolom, hogy kódolva van az ilyen programban mindez, és abban is bízok, hogy az elnyert projektjeink döntő többsége sikerrel fog zárulni. Mennyiben lehetnek ennek vezető projektjei a 3D és a chip technológiák? Annak idején, amikor a második rektori ciklus pályázatára készültem, egy szűkebb csapattal azon rágottunk, hogy milyen tudományos innovációra felszólító hívószó legyen. És számos gondolat mellett a 3D fogalmazódott meg, mint egy olyan projekt lehetőség, olyan tudományos kutatási program lehetőség, amelyhez a legtöbb szak és kar tud kapcsolódni. Jó össze lett rakva, jó ki lett találva az egész program, és egy jelentős forrásmennyiséget is nyertünk el. Ma már a megvalósítás kezdeti lépéseinél tartunk, meggyőződésem, hogy ez valóban csak a kezdet. A 3D-vel kapcsolatban beláthatatlan pozitív hozadéka lehet minden gondolatnak, minden ötletnek, minden eredménynek. Egyetemünk ismét felkerült egy világ legjobb felsőoktatási intézményeit tartalmazó ranglistára. Minek köszönhetjük, hogy benne lehetünk az elitben? Én azt gondolom, hogy köszönhetjük az oktatóinknak, kutatóinknak, hallgatóinknak, és természetesen mind azon közegnek, akik a három kiemelt tényező működését biztosítják és lehetővé teszik. Illetve annak, hogy nagyobb gondot szánunk és fordítunk arra, hogy az adatszolgáltatásaink minél hitelesebbek legyenek. Ha egy egyetem a világ 2,8%-os topjába benne van, olyan nagy elégedetlenséget ez nem szülhet, az egy más kérdés, hogy nem kell megelégedni vele, hanem minél előrébb kell törekedni. Ami hiányérzet az az, hogy az elmúlt évek intenzív munkája ellenére sem sikerült a művészeti terület eredményeit, azt mondom világra szóló eredményeit elismertetni, értékeltetni, illetve a rangsorok szempontjából figyelembe vehetetni. Talán most nyílik egy lehetőség, mert egy új típusú rangsort szeretne ugyanez a csapat végezni, amihez kérnek javaslatokat, ötleteket, és mi természetesen megfogalmaztuk azt az igényünket, hogy a művészeti eredmények azok valamilyen módon, korrekt módon ezekbe be tudjanak kerülni. Köszönjük az információkat, rektor úr! Én is köszönöm. Egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor.
Egy újonnan beszerzett mikroszkóp tesz lehetővé a Pécsi Klinikán egy olyan eljárást, mely által sokkal biztonságosabban végezhetők el az agyi erek műtétei. Ez a TIOP 226B Európai Uniós forrásból beszerzett Zeiss Pentero 900-es mikroszkóp, ez gyakorlatilag a világszínvonalat képviseli most, és túl azon, hogy a mikroszkóp navigációval való kapcsolásával egy pontos és nagyon körülhatárolt és célzott feltárásra ad lehetőséget. Ezt tulajdonképpen más mikroszkóprendszerek is tudták, és a mi eddig mikroszkóprendszerünk is tudta, de az optikai képességei sokkal jobbak, a tulajdonságai sokkal jobbak, és ami óriási áttörés az az, hogy Magyarországon először nyílik lehetőségünk arra, hogy fluoreszcens intraoperatív mikroszkópizálást is végezzünk. Ez két területen fontos. Egyrészt a daganatoknak a fluoreszcens jelölőanyag felvételével lehetőség nyílik arra bizonyos daganatok esetében, az eddiginél szélesebb körű tumoreltávolítást hajtsunk végre, ami nagy valószínűséggel a jelen tudásunk szerint befolyásolja a betegek kimenetelét, a túlélési esélyeket. Továbbá ezt a fluoreszcens jelölést kombinálva a műtét közbeni neuromonitorozás a fontos agyterületek műtét közbeni feltérképezésének a lehetőségével egy sokkal precízebb és onkológiai szempontból jobb túlélési lehetőséget biztosító műtétre van módunk. Gyakorlatban már használták ezt a fluoreszcens tulajdonságot, bár nem az onkológiában, hanem a vaszkuláris sebészetben. Itt is óriási jelentőségű, hogy az ereket műtét közben fluoreszcens festékkel jelölni tudják. Így ugyanis kiderül, az adott tér valóban a kóros ereket táplálja, vagy kirekesztése épp hogy károsodást okozhat az agy keringésében. Például, ami a legegyszerűbb példa, egy agyi bogyóaneurizma ellátásakor nagyon fontos az, hogy a bogyóaneurizma környezetébe futó egészséges erekre a titánium klippet ne rakjuk rá. Ebben az esetben, amikor a bogyóaneurizmát lezárjuk, akkor abban a pillanatban látni fogjuk azt, hogy ez a zsákszerű aneurizma elzárása után telődnek-e fluoreszcens festékkel megfelelően az erek, vagy nem. Ha nem telődnek, akkor nyilván van a pozíciót kell változtatni a klippeken. Ez egy nagyon jelentős rutin eljárás, ami Magyarországon eddig nem volt elérhető. Jellemzően mi a linci újonnan indult idegsebészeti klinikán egy profi doktortól, profi vaszkuláris sebésztől, András Grubertől tanultuk ezt a módszert, de ez egy jobb megyei kórházban, mondjuk Ausztriában már természetesen elérhető évek óta, évtizede gyakorlatilag. Az új ipari segédeszközre eddig nem állt rendelkezésre hazánkban elegendő forrás. A pályázatnak köszönhetően azonban a pécsi orvosok sokkal pontosabban, biztonságosabban és költséghatékonyabban tudják gyógyítani a betegeket. Bónisz Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjban részesült Barancsuk János pécsi oktató, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense. Fő tantárgya a mikroökonómia, de tudománytörténetet, piacelméletet is oktat a hallgatóságnak. Valamiféle gondolkodási módszert szeretnék átadni, tehát azt, hogy képesek legyenek a világnak, pontosabban szólva a gazdaságnak a működését rendszerben látni, tehát egy olyan szemléletmódot szeretnék tolmácsolni, amelynek révén észlelik azt, hogy ha valahol valami történik, akkor annak vannak tovagyűrűző hatásai, és amit nagyon fontosnak tartok, bár a mikroökonomia egy elég száraz tárgynak néz ki, hogy hát, hogyha valaki közgazdász, akkor társadalmi felelőssége is van, tehát nem csak a nyereség után kell, hogy menjünk, hanem másokra is kell gondolnunk, miközben itt ténykedünk. A tanórákon kívül is foglalkozik a fiatalokkal. Első elnöke volt az idén fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Janus Pannonius közgazdasági szakkollégiumnak, és azóta is segíti az ott folyó munkát. Olyan, mint egy nagy család, tulajdonképpen a maga konfliktusaival, összezörrenéseivel, kríziseivel, ugyanakkor a közösséget átfogó emberi szeretettel, és hát nyilván, mint ahogy egy családban is nagyon fontos az, hogy hát a szereteten, a együvé tartozás élményén kívül a megfelelő funkciókat, hogy takarítás vagy pénzkeresés, tehát hogy ellássák a családtagok. Itt mi a szakkollégiumban három fő dolog mentén
működünk, az egyrészt a szakmaiság, tehát hogy a hallgatók minél jobb közgazdászok legyenek, minél jobb szakemberekké váljanak, és nyilván ezt ők vállalják is, amikor bent vannak. A második fontos pillér az nem más, mint a közösség formálódás, a harmadik pedig a társadalmi érzékenység, hogy amit fontosnak tartunk, hogy ezek a szakmailag jól képzett gyerekek, ezek ne váljanak a társamba a fedél közben elszabadult hajóágyúvá, akik csak a saját érdekeiket nézik, hanem hogy érezzék azt az élő közeget, azt a társadalmat, és a felé irányuló felelősségnek a kötelezettségét is. A szervezetben önképzésre, önfejlesztésre van lehetőség a kurzusok, nyári táborok, szakmai viták és egyéb szociális programok során, mint például segítkezés az állatkertben vagy kutyasétáltatásban, véradás szervezése vagy ételosztás a hajléktalanoknak. De természetesen a jó hangulatú bulik sem maradhatnak ki a közösség életéből, melynek a tanár úr nagyon szívesen része. Nagyon nagy szerencsém van nekem, amiatt, hogy sikerült ezekkel a feladatokkal találkozni, hogy a karnak a TDK szervezetét is vezettem 10 éven keresztül, 2000-es évek elejétől, aztán utána pedig jött a szakkollégium, és egyszerűen azt éreztem, hogy hát ennek van értelme. Ez olyan dolog, hogyha csinálok valamit ott a szakkollégiumban, vagy a TDK-soknál is, akkor megéreztem ott szinte rögtön, hogy ez miért jó, hogy ennek van hozama. Nyilván az összes hozadékát nem sikerül megérezni, mert majd, amikor ezek a gyerekek kikerülnek az életbe, ott fog majd kiderülni, hogy milyen volt az a vetés, amihez az én szerény segítségem is talán hozzájárult. De ez egy ilyen instant örömöt tudott, ilyen zsigeri örömöt jelentem, amikor ott lehettem közöttük, és láttam a csillogó szemüket, meg a belőlük áradó szeretetet. A tanár úr véleménye szerint nagyon fontos az ország számára, hogy legyenek olyan tehetséges fiatalok, akik az egyetemről kikerülve szakmailag és emberileg is megállják a helyüket, hiszen rajtuk múlik a jövő. Olyan sporteredménnyel büszkélkedhetnek a pécsiek, amivel eddig még soha. Először bajnok a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub, az Asztali Tenisz Extraligában. A Nagy Krisztián, Demeter Lehel és Pázsi Ferenc alkotta hármas, megnyerte a magyar férfi csapatbajnokságot, így ők mondhatják magukat jelenleg Magyarország legjobb csapatának. A cím nem csak a sportegyesület, de a város és a megye számára is nagy dicsőség. Bajnoki aranyéremre ugyanis más csapatsportban idén nemigen volt példa. Természetesen hosszú út vezetett idáig. Ennek a bajnokságnak volt egy alapszakasza. Ez az alapszakasz ez pontosan ugyanolyan, mint a kézilabdában, vagy a kosárlabdában, vagy a labdarúgásban. Egy tavaszi-őszi bajnoki szezont jelent. Ez azt jelenti, hogy oda-visszavágós alapon ugye játszunk minden csapattal. Az alapszakaszt megnyertük, és az alapszakasz győzelme az azt jelenti, hogy egy Final Four-ba bejut a csapat, ahol már csak a legjobb 4 csapat fog játszani. És ott az első játszik az alapszakasz negyedikével, a második a harmadikkal, és utána jön ugye a döntő. És akkor mi játszottunk a negyedik helyezett Szeged csapatával, akit megvertünk a szombati nap 6-3 arányban. Azt gondolom, hogy egy jó mérkőzésen, és utána azt vártuk volna, hogy a 7-szeres bajnok Celdömölk lesz ismételten az ellenfelünk, akitől ez idáig 3-szor az elmúlt években kikaptunk. De a Celdömölköt pedig megverte a Széchenyi csapata, úgyhogy vasárnap mi a Széchennyel találkoztunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen egy nagy arányú győzelmet arattunk, 6-2 arányban nyertünk, és azt gondolom, hogy ez egy csúcsérzés volt mindenkinek, aki részt vett, illetőleg köszönjük annak a 30-40 fős ultra kemény magnak, aki ellátogatott Sziget-Szent Miklósra és ott buzdította a csapatot. Az Extraligán túl a szakosztály valamennyi csapata kiemelkedőt alkotott ebben az évben. NB1-ben a negyedik, NB2-ben a második, NB3-ban pedig az első helyen szerepelnek a pécsiek, míg az újonc ranglistán országosan harmadikak. Ilyen sikeres évet talán még nem is sikerült zárnia az egyesületnek. Remélhetőleg a tendencia folytatódik, és a hagyományokhoz híven itt mindig is egy erős asztali teniszbázis lesz.
kortárs táncművészeti előadást mutatott be a Pécsi Tudományegyetem integrált művészeti csoportja. Improvizációs kortárs tánc és kontakttánc kíséretében mutatta be a csoport a Forrás és Kard, valamint a Fészek és Szány című táncszínházi műveket. Az utóbbi két darab az első magyar egyetem alapításának és történetének, valamint Vörös Sándor Teljesség felé című művének ihletéséből, a koreográfus és a táncosok által született. Itt tulajdonképpen minden mozdulat az övék. A koreográfia, vagy maga a rendezés az abból állt, hogy maga a szerkezete, tehát hogy honnan, hova, milyen részekből áll össze, melyik részt, milyen rész követi, az a rendezői vagy koreográfiai munka tulajdonképpen. De az első rész elejétől a második rész végéig tulajdonképpen minden mozdulatot ők szültek meg. Azt is, amiből aztán uniszónó lett, tehát amit aztán mindenki csinált, hol kánonba, ugye itt is az észrevehető volt, hol pedig ugyanazt a mozdulatot ugyanabban az időben. De alapvetően mindenki tényleg magába mélyet, tényleg megkereste azt az őszinte igaz mozdulatsorozatokat, meg mozdulatokat, ami azzal a gondolattal, azzal az érzéssel egyezik, ami ő benne megszületett. Az egymástól nagyon különböző hallgatókból álló csoportnak már volt egy fellépése a darab első részével, ami miatt most már kicsit összeszokottabban mozogtak együtt. Eleinte féltem, hogy hogyan tudok bekapcsolódni, mert mozgássérülten nagyon rossz a koordinációm. És aztán egyre inkább sikereket értem el, én úgy érzem, és nagyon jó volt. Ellazultam, és az első részben lehetett látni, hogy én kerekesszékben voltam, utána már kiszabadultam ebből az arany kalitkából, és nagyon jó volt, hogy milyen volt a felkészülés, izgalommal teli, de néha kudarcokkal teli, néha sírtunk, néha nevettünk a saját bőrünkön tapasztaltunk dolgokat, megismertük egymást érzéseit, felkutattuk a talentumainkat. Nagyon jó érzés, felgeteges érzés. Az egyetemi jubileum alkalmára készülő produkció még egy harmadik résszel bővül majd, akkor már teljes egészében tekintheti azt meg a közönség. A Pécsi Művészeti Kar doktori iskolája két művészeti területen, képzőművészet és zeneművészet terén folytat doktori képzést, mely során kiemelt fontossággal bír a művészeti alkotó munkára való koncentrálás. A témavezetők irányításával rendszeres konzultáció zajlik a műtermekben és próbatermekben, melyek eredményeképp évente több alkalommal mutatkozik be az iskola képzőművészeti kiállításokkal és doktorandusz hallgatóinak koncertjeivel. Az idei éves zárókiállítás a Nádor Galériában mindkét művészeti terület számára jó apropót adott erre, a képzőművészek tárlatának megnyitóján a zeneművészeti ág hallgatói adtak koncertet. Kedves nézőink, köszönjük egész fél éves figyelmüket!
Szeptemberben újra jelentkezünk az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Egyetem híreivel. A jubileum alkalmából a Halott Pénzzenekar készített egy Pécsről szóló dalt. Mi ezzel szeretnénk Önöknek kellemes pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánni a nyárra. Az első pofonok az utcákon lecsúszhat, első italok a barátaim, akik nem hívtak vissza, legyen csak tiszta, ugyanaz a számom, Anton meg Zoli, hívja kellek, akik még a szüleimnél jobban ismernek, a tanáraim, akik látták mindig, abban mi nem érdekel, nem leszek tüktig. Oh, anyám itt nézett rám, mikor megszülettem. Voltak, akik azt hitték, hogy jobbak, voltak, akik cikizték a hajamat, de akik azt hitték, hogy jobbak, most már nem cikizik a hajamat. Az első szex, az első ijedés, az első teszt, az első dalaim, az első szövegek, az első bukás, az első sikerek, a feneked a gyengémnél kinevettek, azok instán azóta bekövettek. Marsakó Dávid, 84, Halott Pénz, 2004. Oh, anyám itt nézett rám, mikor megszülettem. Voltak, akik szaladtak a szívemen, voltak, akik nevettek a sebeken, voltak, akik hitték, hogy feladom, voltak, akik tudták, hogy nem adom. Választhattál. Tudom, hogy nem választunk. Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál. Tudom, hogy nem választunk. Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál. Tudom, hogy nem választunk.